Titkosszolgálati szakértő a vendégünk, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Maradjunk egy picit még itt a civil szervezeteknél, mert az államtitkár úrral is erről beszéltünk, hogy adott esetben egy civil szervezet jelenthet állambiztonsági kockázatot. Ha jelent állambiztonsági szolgálatot, lehetőség van-e titkosszolgálati eszközökkel vizsgálni? Kell-e külön engedélyt kérni erre, mondjuk a parlamenttől? Vagy nem, nem az a lényeg, hogy civil szervezet, vagy nem civil szervezet, tehát nem így kellene exponálni a dolgot, hanem mindenki, aki az állam biztonságának és annak rendjét veszélyezteti, az elköveti ezt a bizonyos cselekményt. Tehát azt kell mérlegelni, hogy most ezt szervezetszerűen teszi tömegben, illetve csoportban, mondjuk civil szervezet formájában, ez a forma ahhoz, hogy igen vagy nem. Tehát mérlegelni a hatóságnak azt kell, hogy sérti-e a nemzetbiztonságát, az állambiztonságát, az a tevékenység, amelyet ő végez. Ilyen értelemben igen, tulajdonképpen föl lehet osztatni csoportokat, bármilyen célral is alakultak meg, vagy bármilyen eszme szerint próbálják magukat beállítani. Ez a firenzei példa, amiről az előbb Sárközi Júli beszélt, ez adott esetben belefér ebbe az ügybe? Vagy pedig mondhatjuk azt, hogy fiatalok, forrófejűek kitaláltak maguknak egy ügyet, és ezt az ügyet ők feltétlenül képviselik? Ugye az a probléma, hogy a törvényeket be kell tartani. Ez az alap. Aki ezt nem tartja be, az elköveti a bűncselekményt. Teljesen mindegy, hogy egyébként fiatalos vagy idős lendületből teszi. És hogyha a migrációt nézzük, az nem az a problémája igazándiból, hogy a migránsok mennyire szeretnének integrálódni. A problémája az, hogy nem tartanak be törvényeket. Tehát amíg menekülnek, addig elfogadom azt, hogy nyilván egy menekült helyzetben nincs törvény, amit be kell tartani. De utána országokon keresztül érkeznek, olyan országokon keresztül végül is a végcélhoz, ahol nincs az életüket bármilyen módon veszélyeztető élethelyzet. Innentől kezdve nekik egyetlen egy feladatuk van, betartani a törvényt. Ha ezt nem teszik, akkor gyakorlatilag bűnözők. Erősíti a V4-ek álláspontját a máltai megszólalása, máltai elnök megszólalása, hogy erősíteni kell, vagy biztosítani kell Európa külső határainak a védelmét? Ez egy meglepő fordulat volt. Hát én azt gondolom, hogy ez alapkérdés szintén, tehát ez mindenféle alapokmányban, a NATO-tól kezdve az Európa Védelmi Politikai Alapokmányban benne van, hogy Európa védendő, amennyiben bárki ezt a rendet sérti, illetve a határok szuverenitását sérti. Tehát ezek természetesen mostanában érdekes mondatok, és ugye van ez az ausztráliai tábornok, aki nyilatkozott arról, hogy ő nem is érti, hogy Európa miért John nem Mullen, old, ugye? Így van, az nem is érti, hogy miért nem oldja meg ezt az egész Jim, problémát. Jim Mullen. Hiszen nagyon egyszerű szakmailag ennek a kezelés, és ő le is vezeti, ugye, hogy nem szabad beengedni a hajókat, vissza kell fordítani, és itt már felsorolja. Egyet nem vesz figyelembe, ő egy szakember, egy tábornok, egy katonatiszt, hogy Európában nem az a probléma, hogy a határokat nem védjük rendesen, vagy ne tudnák az európai katonatisztek ugyanezt a logikát követni, hanem hogy Európában vannak olyan politikai erők, és nem csak Európában, akik előidézték magát a helyzetet. Tehát Ausztrália nem hívott oda senkit, és semmiféle politikai erő ezt nem tette. Európa viszont nem a védelem oldalán hozza a rövidebbet, hanem hogy önmaga gerjeszti ezt az egész inváziót. De kinek az érdeke ez? Hát ugye ez gyakorlatilag már számtalan helyen kimutatásra került, hogy gazdasági csoportok vannak a háttérben, akiknek a migrációs, mondjuk úgy ipar rendkívül sokat hoz. Olyan politikai erők vannak a háttérben, akik azt gondolják, hogy ezek a néptömegek mondjuk egy választáson őket fogják támogatni, és vannak olyan csoportok, akik egyszerűen Európát át akarják alakítani egyfajta fölhígult multikulturális rendszerré a nemzetállamok Európájában szemben. Tehát ezek a csoportok igenis előidézték az inváziót, igenis ide rángatták ezeket a szerencsétlen embereket, akikből utána, mint látjuk, nagyon sokszor bűnöző lesz, de legalábbis frusztrált ember. Jim Mullen az az ember, a Jim Mullen tábornok, aki nyilatkozott a politikónak itt az ausztrál üggyel kapcsolatban, mondott egy rendkívül érdekes dolgot. Azt mondta, hogy gyakorlatilag az embercsempészek üzleti modelljét kellene szétverni azzal, hogy azok, akik bejönnek, és kifizették az 5-10-20 ezer eurót vagy dollárt azért, hogy ide jöhessenek, azokat oda visszavinni, ahonnan jöttek, és azonnal rájönnének, hogy hoppá, buktak 20 ezer eurót, vagy 20 ezer dollárt, és még egyszer nem nagyon ugrálnának bele, és ezt elmondanák az ismerőseiknek is. Igen, de még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy az embercsempészek ráépültek valamire, amit nem ők kezdtek.
Tehát itt ez a probléma, hogy igazándiból az embercsempészek... Politika és az embercsempészet között lehet, hogy összefüggés van? Üzletileg lehet összefüggés, de alapvetően... Üzletileg? Üzletileg miért nem lehet összefüggés, hiszen itt sok-sok milliárdos üzletről beszélünk, aminek a hasznát nyilvánvalóan nem csak bűnözők fogják learatni, pláne egy olyan rendszerben, amelyet számukra tökéletesen fölépítettek. Hát azért ne vicceljünk, hisz iszonyatos logisztika működik, amikor ilyen embertömeget tulajdonképpen mozgatnak határokon keresztül, illetve országokon keresztül. Ez magától spontán módon nem képzelhető el semmilyen szinten. Tehát itt az embercsempészek gyakorlatilag eszközei, megint csak annak a rendszernek, amelyik Európát ilyen módon akarja újjá alakítani idézőjelbetéve. Tehát nem csak politikai összefüggés lehet ebben a dologban, hanem úgy gondolja, hogy a politika mellett üzleti politikusok és embercsempészek között üzleti összefüggés lehet. Ezek már tények, ezek már kimutatott tények, hiszen vannak olyan politikai erők Európában is, akik konkrétan saját maguk is részt vesznek a menekült ipar, mint úgymond használnak a lefelőzésében. Most jelent meg egy könyve ugye a migrációs válságról. Ön szerint az elkövetkező időszakban, és tegyünk egy egyéves és tegyünk egy 5 éves intervallumot, mi változik Európában, és mi változik a migrációs krízisben? Egy év alatt semmi, legfeljebb érdekes lesz, hogy a 17-es európai választások, parlamenti választások hogyan alakulnak. Az ugyanis befolyásolja a következő 5 évet. Ez így van. És... melyik az az alakulat, ami megfordíthatja a krízisnek a kimenetelét? Hát mindenképpen az, akik legalábbis a minimum védelmi rendszerben gondolkodnak, és nem hiszik el... Elég a minimum védelmi rendszer? Elég a minimum védelmi rendszer ahhoz, hogy megállítsuk a folyamatot. Ahhoz nem elég, hogy a már itt lévő anarchiát rendbe rakjuk, hogy így fogalmazzak, az egy sokkal hosszabb és bonyolultabb feladat lesz. Ott nagyon-nagyon kemény szívű politikusok kell lennének ahhoz, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni tudjanak, ahogy Ausztráliában teszik. És Ausztráliában sem rosszabbak a politikusok, vagy mondjuk úgy kemény szívűebbek, csak egyszerűen védik Ausztrália érdekeit és az ott élők érdekeit. Belefér az a PC-be Európában? Ez az, ami sajnos az európai politikai elit egy jelentős részében nincs meg, mint hajlandóság sem.